A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Soron következő vendégünket sokan már jól ismerhetik, hiszen hosszú ideje a nem csak a 20 éves, csak a Világnyugdíjas Klubnak az elnöke. Itt van velünk a stúdióban Bognár Mária. Köszöntelek szeretettel, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket, és téged is. Mesélj nekünk arról, kezdjük azzal, hogy hogyan kerültél te kapcsolatba Székesfehérvárra, illetve a klubnak a történetéről, illetve az előzményeiről. Jaj, hát ez nagyon hosszú tényleg, de azért egy kicsit dióhéjba megpróbálom összefoglalni. Hát ugye, mint tudod, én szabadbatyányi születésű vagyok, és hát ugye az iskoláimat azt már Fehérváron végeztem a 8 osztály után, és ez ugye így folytatódott. Aztán később bekerültem, már bent laktam Fehérváron is, könnyebb volt a helyzet már ugye a munkába járni is, meg a tanulás is, úgyhogy így jöttem én. Először én az állami biztosítónál kezdtem, és utána tetszett meg nekem ez a közművelődési terület, és akkor sokáig dolgoztam a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál, ami tulajdonképpen egy épületben volt a Megyei Művelődési Központtal. Na hát ugye mi volt? Átcsaltak, átmentem népművelői beosztásba, és hát itt mondanám el, hogy az érettségi után én ezt a népművelői szokott már Szombathelyen levelezőn végeztem, de nekem nagyon tetszett, és benn voltam én mindig minden szervezésben, hát a TIT-ben is elég sok rendezvény volt a nyári egyetemektől kezdve, és rengeteg külföldi vendégünk volt. Úgyhogy már én akkor úgy csöppentem bele ebbe az egész dologba, hogy hát talán mondhatom azt, hogy ötletdús volt a gondolkodás, mondom, könnyű volt. Úgyhogy hát így kezdődött ez el, hogy átkerültem a művelődési központban, és hát ott a zenés-táncos rendezvények voltak, volt az én területem, és hát voltak a 400 fős bárok, meg volt születi bál, felvonulás, hát mit nem mondjak, ez nem mostani időnek a fejleménye, ugye ez akkor tört, akkor ez volt az én területem. És hát olyan nagyon jól mentek ezek a zenés-táncos rendezvények, akik oda jártak, még most is, akikkel szoktam találkozni, emlegetik. És közben ugye hát változott a helyzet, amiről hát senki nem, hát úgy alakult, ugye, hogy el kellett hagyni a házat, át kellett jönni a barátságházba. Na, a barátságházba még ment ez egy darabig, míg el nem jött a nyugdíjas korom. És akkor én ezt a rendezvénysorozatot áttettem, nem csak a 20 éveseké a világ rendezvény, nyugdíjas rendezvénysorozatnak, és továbbra is én csináltam, már akkor nem főállásban, hanem mint nyugdíjas munkatárs, így maradhattam én ott a barátságházban. Még a nyugdíjas klub előtt, mielőtt arra kitérünk, mi volt pontosan a te feladatod a barátságházában, illetve előtte? Pontosan mi az, ami itt a rendezvényekkel kapcsolatban? Hát én már a TIT-nél belecsöppentem a rendezvényeknek a szervezésében, és nekem a művelődési házban szervező voltam, rendezvényszervező, de a népművelési szakot végeztem tulajdonképpen levelező szakon Szombathelyen. Úgyhogy megvan minden hozzávaló, de én inkább a gyakorlatból merítettem. Igen, és akkor ott folytatódott ez, egy kicsit átdolgozva, áttéve ugye nyugdíjas profilra. Nagyon jól ment ez a minden vasárnap volt, és a vidéki nyugdíjasokat is megszólítottuk. Akkor én már felvettem az életet az évekkel a Fejér megyei elnökkel, igen, Farkas Tibor urral, és akkor a megyébe kiküldtük mindig a
programjainkat, és busszal jöttek be a rendezvényre, hát ez egy zenés-táncos délután volt. Na de hát jött az ötlet, amikor arra gondoltam, hogy hát ennek egy olyan név kell, hiába nem csak a 20 éveseké a világ, de hát ki írta ezt? Hát ezt meg ennek utána kell nézni. És akkor vettem én fel a Szenes művész úrral a kapcsolatot. És nagy ovációval fogadott bennünket. Hát először telefonon, aztán tudtunk személyesen is találkozni. Sőt, úgy mélyedt el ez a találkozás, hogy mi már az ő rendezvényeire, neki volt egy kis Szenes színháza, itt a Rezső téren, ami már most Szenes tér, és mi minden alkalommal, ha jól emlékszem, ugye két hetente volt ez a Szenes színházi felvétel, itt különböző előadókat hívott ő meg, és örökítette meg őket, mi meg, hát meg voltunk hívva, mint az ő barátai, ez egy ilyen 100 fős kis színház volt, de nagyon-nagyon remek volt, és nagyon jól éreztük magunkat, és amit el lehet képzelni, ott állófogadás, minden egyes alkalomkor ez volt, tehát ez egy nagyon szép időszak volt nekünk, és ezért ő meghívta az ő barátait a mi 10 éves évfordulónkra, amire készült egy ilyen emléklap is. Ezt kiosztogattuk, azok kapták, akik rendszeresen látogatták a rendezvényt, és hát ezt még az igazgató írta alá, az akkori igazgató, és olyan tagok, akik hát érdekeltek voltak, mint ugye a Farkas Tibor úr is az elnök, úgyhogy akkor eljött a Szenes művész úr, és körülbelül 10 előadót hozott magával, ezeket a régi előadókat, mint a Harangozott Erő, akik már nincsenek köztünk, Pályár András, Pór Péter, ő még van, ugye, de Mari Zsuzsi nagyon-nagyon színvonalas volt, és úgy tudom, hogy a Fehérvár TV archívumában ez meg is van. Úgyhogy ez egy nagyon szép 10 éves évforduló volt, és hát ez a rendezvény sorozat aztán ment tovább, úgyhogy programokkal megtűzögettük, volt, hogy egy kis szerepléssel, meg egyéb, de ez ilyen zenés-táncos rendezvényként működött. Na és akkor kértük ki a Szenes művész úrnak a véleményét, engedélyét és hozzájárulását, persze örült neki nagyon természetesen, hogy hadd vegyük fel ezt a nevet, és hát Andrea is nagyon aranyos volt, mert ő is itt volt, elkísérte édesapját, úgyhogy akkor egy óriási tortát csináltattunk, és hát az volt a 10 éves évfordulónk. Hát ugye ezen is túl léptünk, akkor utána nem sokára megalakult ebből a rendezvény sorozatból a Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub. Azok a résztvevők, akik általában mindig ott voltak, és törzstagok voltak, hát általában hát ezekből alakult meg a klubunk, és hát ez is működik most már. Volt egy 15 éves évfordulónk, amit nagyon szépen megünnepeltünk, ugye kerek évforduló volt, és meghívtuk a Szenes művész urat is, és hát akkor már nagyon beteg volt. Akkor már nem tudott eljönni, viszont küldött nekünk egy olyan nagyon szép, ha megmutathatom, vagy felolvashatom, mert ezt egy pillanat. Mesélj majd arról, hogy amikor... Igen. Hogy az elnökség, ugye, hogy te lettél a klubnak az elnöke, hogy ez mennyiben változtatta meg a te életedet, meg hogy sikerült ezeket a kapcsolatokat egyetlen ki ezt, ha lehet, a 15 éves évfordulóra ezt kaptuk, aztán utána le is zárul ez a korszak, mert meghalt az művész úr. Ez volt az utolsó üzenete nekünk, amit szeretnék felolvasni, hogy hallják, hogy milyen ember volt tényleg, és nagyon szeretett bennünket. Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klubnak. Szervusztok, 15 évesek, gondolatban veletek vagyok, zene nélkül küldök éneket. Sok szép emlékre visszagondolok, bárcsak ott lehetnék köztetek. Nézhetném mosolygó arcotok,
Remélem, hogy így is érzitek, hogy ezen a meghitt ünnepen gondolatban én is ott vagyok. Szép jó estét és jó szórakozást kíván, erre a sorra talán még én is találok rímet, Szenes Iván. Úgyhogy hát szerintem ez egy nagyon szép emlék lett nekünk, majdnem csak felér egy ilyen emléklappal, amit hát most küldött, és hát azt kérdezted, hogy én nekem hogy igen. befolyásolja. Hát igen, ugye én is közben nyugdíjas lettem, és én nagyon nagy ambícióval és szeretettel csináltam, megcsinálom is még, de hát az idő múlik egy picit, és az erő is fogy. Én, amit lehetett, ebből a klubból kihoztam. Nekünk volt divat bemutató csoportunk, nekünk volt török táncunk, nagyon szép, volt keringünk, volt, hát, volt török basánk, és jeleneteket adtunk elő, úgyhogy nagyon szépen fejlődött ez a klub, nem is volt itt semmi baj. Mondhatom ezt, hogy ez körülbelül a Covid idejéig jól működött, ment is, csak ott 2 évre megtörtünk. Igen, ugye? Ott mi volt a ti történetnek Covid idején, hogy tudtatok? Hát nem nagyon, csak telefonon tudtunk, nem lehetett gyülekezni. Megragadtuk az első alkalmat, amikor lehetett. Ugye közben mi a Barátságházból átkerültünk a Hafranek utcába. És hát ott nagyon, nagyon jó volt, akkor nagyon kedvesen fogadott az igazgatónő, úgyhogy nem volt semmi gondunk. És ott, hát a Covid után megkezdtük a ténykedést. Akkor összeszedtük a régi tagokat, és próbáltunk hát újra éledni. Hát ez sikerült is, mert amit lehetett, mindent megtettünk. Mit nem mondjak, Földi Zoltán úr is támogat bennünket, ő a területi képviselőnk, és nagyon aranyos, és nagyon szeret bennünket, mindent megad, amit csak lehet, és dicsekvésként mondom, hogy most pedig a Szabad Művelődés Házhoz, most a régi nevén mondom, még így jobban ismerik, hogy oda tartozunk, és az ő klubja vagyunk, és én ennek nagyon örülök, hogy egy komoly intézményhez tartozunk, és aki tényleg komolyan gondolja a klubtagságát, azt nagy szeretettel várjuk bármikor. Jöhet, beléphet, és dolgozhat velünk, és élvezheti a mi kellemes kis rendezvényeinket, mert elég, én próbálom úgy összehozni, hoztam mintát is, hogy negyed évre vagy fél évre előre megcsinálom a programot. Azt előre lebeszéli az ember, és akkor van egy nyári szünet, a 3 hónap vagy 2 hónap, és akkor hát ott a királyi napoknak teret kell adni, ott nekünk is kell egy kis pihenés, és akkor szeptemberbe kezdjük újra a programjainkat, és hát általában én az ősz folyamára szoktam beépíteni a nagyobb kirándulásokat, mert hála Isten sikerült szépen összejönni a Covid után is, a képviselőket is meg szoktuk hívni, képviselőasszonyokat is, úgyhogy, és úgy vettem észre, hogy nagy szeretettel vették ők ezt, hogy mi, ha csináltunk, most csak így példának mondom, egy disznótorost, amit a tévé is lehozott, most úgy tudom legutóbb, és hogy velünk együtt ettek, velünk együtt szórakoztak, szóval ez egy nagyon jó gesztus, és természetesen tőlük is szoktunk kapni egy kis támogatást, és mi meg ennek nagyon örülünk. Így tudjuk megoldani azt, hogy komoly kirándulásokat tudunk szervezni. Például most legutóbb, most 60-ban voltunk tavaly, most a Káli medencében, most a legutolsó az a Káli medence volt előtte, 60-ban nem fogom tudni sorba elmondani, mert sok volt. Voltunk Keszthelyen, voltunk Badacsonyban, Balatonfüreden, Pécsen, szóval Zalakaroson, és Zalaegerszegen is, úgyhogy hát most Kőszegen,
voltunk Sopronba, átmentünk az osztrákokhoz. Úgyhogy ezt most sok volna nekem így fejből felsorolni, ugye 25 év, és az majdnem minden évben egy kirándulás. 25 év azért bizony hosszú idő, de hogyha igen, így az első élményekre visszaemlékszel, mi volt a klub életében a legemlékezetesebb, vagy illetve a te életedben, ami úgy megragadt benned? Hát ez olyan dolog, hogy én nem is tudom, hogy mi, mert én minden rendezvényem, ha jól sikerült, örültem neki. Hát olyan értékes tárgyakat kaptam abban az időben, tombolába, még most visszatérve az istranteremre, hogy az éltetett. Hát ami a legemlékezetesebb volt talán az, amikor megcsináltuk a születi bált, és kimentünk a Móri TS-be, hoztunk be egy csomó szőlőt, csináltunk egy őrült nagy szőlős koszorút, és azt bevittük a táncterembe, és délután volt egy őrült nagy felvonulás, akkor a mi néptáncosaink felöltöztek magyar ruhába, ugye? És kértünk a lovardától kölcsönlovakat, és ezt mind majdnem csak, hogy egyedül rendeztem. Martonvásárból jött a bíróbíróné, a cigányok Pátkáról jöttek a kocsiukkal, úgyhogy el kellett mennem a rendőrségre útvonalengedélyt kérni. Hát ez volt egy olyan nagyon emlékezetes, ami aztán tényleg úgy igénybe vette az embert, és nagyon-nagyon jól sikerült, és este pedig volt a születi bál, és lehetett a rengeteg szőlőt enni, ugye az a koszorúról, amit behoztunk, és elkészítettünk a vendégeknek. Nem beszélve arról, hogy ugye aki ismeri az István teremnek, van egy belső udvara, ugye külső rész az a előadó termek vannak, és a Strauss keringővel vártuk a vendégeket, tehát annak rendje, módja szerint próbáltuk, ezt inkább az Anna bálra szoktuk csinálni, mert már ott is volt Anna bál. Na még ami emlékezetes, ugye most már jönnek elő, nem mondom a nevét annak az autókereskedésnek, mert van még arany nyakláncot adott a szépség királynőnek támogatásként, gyönyörű arany nyakláncot kapott, és akkorában még nem tudtunk koronát venni, most már lehet kapni készkoronát. Én a gyöngyökkel tűzöztem ki a kis koronát, és azt kapták meg, természetesen ajándékot mind a három. És akkor még másnap egy hintót is szereztem, hát már nem tudnám a nevét megmondani, de mert elköltöztek innét, de kijöttek hintóval, Jánosnak hívták, azt tudom, és a Fehérvár tévés autó megment a hintó után, és vitte a három szépet a városba körbe. Na, ennek volt aztán ugye egy visszaütője, hogy a lovak sem voltak tétlenek, azt viszont föl kellett pucoltatni, de nagyon jól sikerült, és nagyon boldogok voltak, úgyhogy most is tartom a kapcsolatot annak a kislánynak a anyósával, aki megnyerte akkor a szépség királynő címet, és végig lett a városba véve. Azért úgyhogy, bizony ennyi idő alatt hát gyűlnek az emlékek, az biztos. Feljönnek, igen. Térjünk egy kicsit vissza az oklevelekre, igen, hogy mi mindent kaptatok, még minden elismerésben részesültetek. Hát ilyen, ugye, hogy voltak az évfordulók, mindig megünnepeltük, azért, hát itt is mutatják ugye a oklevelek, de ami fontos tényleg, hogy polgármester úrék sem hanyagoltak el bennünket, ezt a klub kapta, mert ugye itt már betöltöttünk akkor egy bizonyos időt, és itt a nyugdíjat, ezt a harmadik évfordulónkra kaptuk, hát ez is elég régi, ugye, mert hát a klubunk az jóval később alakult, mert elhoztam én az alakuló oklevelet is, itt van pontosan, megvan, 2011-ben alakult hivatalos oklevél, mi az én képemmel, és akkor utána voltak ugye a nagy rendezvények, a 15 éves volt, igen, amikor kaptuk a verset a Szenes Művész úrtól, ezt pedig a polgármester úrtól kaptuk, ezt a szép kis
nem is tudom, minek mondjam, ezüst diplomának, mert ezek meg ilyen jó kívánságok, azért tettem el emlékbe, és akkor most volt tavaly, mert itt is csúsztunk egy évet a Covid miatt, az 25 éves évfordulónk, és ezt a polgármester úrtól kaptuk, ezt az aranydiplomát, úgyhogy innét is nagyon szépen köszönjük, de itt még van nekem is egy, jaj, és ugye itt a hozzátartozó kellékek, ebben van egy maszek diploma nekem, a 25 évet ültem a bíróságon, és a bíróság elnökétől kaptam egy elismerő oklevelet, és az 5 megbízó levél itt van, az 5 évre szólt, illetve 5 évre szólt egy, ez így volt 25 év. Tehát ott is helytáltam, meg csináltam a rendezvényt, ők pedig a büszkeségeink. Ha olyan neves rendezvény van, akkor ki vannak téve, és hát mi így ünnepelünk, így próbáljuk ezt a kis klubunkat fenntartani, hogy mindenki értesüljön mindenről, és mindig azt kérem a tagoktól, hogy legyünk elnézők egymással, egy kicsit udvariassak, szeressük egymást, tiszteljük egymást, és akkor én azt hiszem, hogy ez a klub még sokra viheti, bár nekem már nem olyan túl sok idő van, de hát bízunk benne, hogy minden jól fog alakulni ezután is. Biztos vagyok benne, hogy így lesz. Mik a jövőbeli terveitek a klubba? Azért még én bízom benne, hogy de sok időt lesz. Hát most fél évre csináltam meg a programot. Ezt most be is mondom, ha lehet. Most ezután jön a húsvéti összejövetelünk. Ott majd egy kis húsvétolás lesz, és két előadás várban lesz még, ami komolyabb. Itt lesz egy jogi adás, dr. Csertán Balázs Budapestről jogász fog egy előadást tartani, mert ő már volt, de be kell, hogy fejezze, mert olyan sok téma elő került, hogy nem tudta befejezni. És dr. Zahár Ákos centrumvezető főorvos úr is fog tartani nekünk, ő ugye a csontok művésze, és ő fog nekünk még egy előadást tartani, ami hát jobban közelebbről érdekelheti a nyugdíjasokat, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, jöjjenek el, lehet kérdezni, és ez április 18-án lesz az egészségügyi, a jogi pedig március 21-én. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várom a klubtagjainkat is, és a klubon kívülieket is. És nem beszélve arról, hogy most a hétvégén pedig nőnap, szombaton mi tartjuk a nőnapi bált, nem csak a 20 éveseké a világ, de ide is mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk szombaton 3 órától nőnapi bálra. Hát majd lesz egy kis meglepetés, úgyhogy várjuk, főleg a hölgy vendégek érezzék nagyon jól magukat. És akkor ősszel kezdjük újra, az még nem készült el, csak piszkozatba, mert ott le kell még fixálni kirándulást, mindent. Mert azt azért szeretném elmondani, hogy ezek nem olyan kirándulások, hogy na, ugorjunk fel egy vonatra, ebben a korban ezt nem lehet. Ezek a kirándulások azért nevezetesek és élvezetesek, mert annak rendje, módja szerint meg van szervezve, és olyan buszt kérünk, ami a mi korosztályunknak megfelelő. Tehát érted, nagyon szép, panorámás, már nekünk van egy bejáratott sofőrünk, és minden embert lesegít, és erre nagyon sokat kell adni, hogy kényelmesen utazzanak a nyugdíjasok. Én ehhez kívánok nektek nagyon jó szórakozást, illetve további sok sikereket a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget, és remélem meg lesz minden jó. A vendégem volt tehát Bognár Mária, nem csak a 20 éves, aki a Világ Nyugdíjas Klubnak az elnöke. További szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.